Üdvözlöm a kedves nézőket! Mostani játék Egg Fried Rice című játék. Ez ingyenes a Itch.io-n. A linkad benne lesz a leírásban. Ez egy hát kis rövidke horror, amiben a sült rizsről van szó. Ugyebár úgy, hogy vágjuk bele. Direkt ez a Love Polygraphica. Meglátjuk, mire lesz copyrightos bármilyen. Kíváncsi vagyok, meddig lódol. Kemény 87 meg a játék, szóval olyan sok mindent nem várok tőle. Ettől függetlenül nem feltétlen mondtak róla rosszat. A review-k, amit a kommentek írtak. Igen, sokáig tölt a kérdőjel. Ez nem jó. Hát már ugye hol indítunk. Oké. Én messze túl éhes vagyok. Sosem fogok tudni így aludni. Oké. Jobb lesz, ha megnézem, tudok-e valamit enni. Oké. Bár 30 FPS-es korláton vagyunk, a filódok adani, ugrani nem tudunk, volna sem mozogni tudunk, kapcsoltunk egy villanyt. Oké. Okay. Csak előszobába fény, dehogy nincs, bathroom. Jól látszunk a körbe. Jó kis kádacska. Dumanyzó részsel, azért van benne ez a kanyar. Bár a függöny ugyebár felveszi az alakját, alapból ide úgy szokták, hogy ezt a részt akarják, hogy itt dumanyoznak. Elvileg be ott a desőztető, ott meg a kádtörtő. Azon a felén lehet pancsizni, de eléggé függőleges a rész. Toalettkacsa van, az előny, papír is, több is. WC tetén gombocska, fokrém, szappan, vízkiordó, hát az nem tudom mi, napraforgó ikon vagy mi van rajta, tusfürdő, tea, még WC papír, hát fogkefénk akkor nincs, ellenben az a fogas sok mindenre jó, de még akár önvédelmi eszköz is. Kutyás kép fönt, tájkép élettel. Ezt is felkapcsoljuk, van a bejáratnál egy. Oké, ez segíthet nekem a sötétbe, azt mondja. Ezek már a brand zenék. Oké. Esti rádiózás. Ennyi. Tudunk futni. Hívjuk fel anyát. Hello? Én vagyok. Nem tudok aludni. Drágám? Menjél. Késő. Fölkeltettelek? Igen. Fog történni megint valami? Nem, csak éhes vagyok. Történt megint valami? Nem, csak éhes vagyok. Then get yourself a snack and go back to bed. Egyél valamit, az nasolj, vagy valami, a snack, és utána menj vissza az ágyba. Ha semmi komoly, I hang up now, most lerakom. Akarok, hogy fölkeljen apád. Yeah, jó ét. Oké. Okay. Őt nem lehet újra hívni. Hívjuk fel haver. Éjszakai unatkozó telefonszolgáltatás nyomatunk.
De az kérdezi, én vagyok. Kicsit késő van csetelni, nem gondolod, Dumán? Nem tudok aludni. Ezért fölhívtál engem? Az éjszaka közepén? Én nagyon gyorsan fogok elaludni. I could build in fast asleep. Hol vagy? Nem számít. I just heading out of him van. Megyek, meglátogatok a barátot. Nem, most nem beszélhet. De egy szakak a lepő. Remélem. Nem ismétlődik meg ez, mint legutóbb. Mi? Nem. I told you I'm never messing with that stuff again. Nearly died that night. Oké, itt valami gyilkossal van szó, vagy fene tudja. Egy részét értem. I'm not in hiding, just like for a move. Nem bujkálok, hogy menjek. Ja. Idő. I don't need, nincs most erre szükségem. Rendben. Sok szerencsét, mentem. Bye. Nincs valami tipped vagy megoldásod arra, hogy hogy tudjak újra elaludni? Számolj bárány, és rendobják a telefon. Oké. Okay. Jó, hát akkor a telefont meguntuk. Látszik nappali. Nappali, konyha. Sétkedő egybe. Cereál, ilyen műzli. No milk, nincs tej. Okay. A hűtő üres, hát jó helyen lakhatunk. És a hűtő. Oké, mi van még itt? Jó, kenyér lejárt, hát jó, hogy nem dobtuk még ki. Oké, tannet full. A can opener is broken. A can az ugyebár ez a konzerv. És a konzerv nyitó eltört. Hát használj egy kést vagy valamit, bástyadnak tényleg. Logikusan, vagy harapt ki, vágt földhöz 50-szer, hogy ki. Na, hallod, zárva van minden ajtóablak, lepotyog a papíronnak. Oké, takeaway menü. Takeaway az itt szerintem a kiszállítós hely akar lenni, vagy a helység neve, kajáda. Kínai takeaway? That could be tasty, finom lehet. Ez jól hangzik. Léttuk. Tudod, nem. Úgy gondolja, hogy úgy gondoljuk, ugyebár, hogy csak egy kis egg fried rice, az tojásos rizs sült is kell nekünk. Ők nem szállítanak ki, csak egy rövid vezetés az autókázás a városba. Csak megyek és megrendelem személyesen. Oké. Okay. Akkor nézzük körbe. Nagy túrázók lehetünk, mert ilyen tudja tudsz. Biblia. Ott valami le van zárva. That's it, my money bag. De úgy látom, nem lehet felvenni. Fekete cikke. Oké. Okay. Jó, hát akkor hagyjuk el a házat. Éjszaka kellős közepe van. That's it, szuper autó. Get the car in. Oh. Oké, jobb oldalra ültünk be. Úgy látszik, akkor ez valami angliai vagy japán állítás. Oké.
irányítás nem rossz. Azt mondja, hogy egy rövid autókázás a városba. Kíváncsi vagyok, hogy hol a város. Éppen gyorsulunk, kész elős közepén. Én már 25-ösön van, ha jól láttam a fényerőnk, hogy azért ilyen sötét. Akkor hoppá, ez csak azt a táblát, tehát a fék az hagy kívánni valót. Welcome to Waffle. Oké, Waffleton a város neve. Ezek szerint baloldali közlekedés van. Látom, ide kell beparkolni. Látok a kocsiból. Oké. Van itt egy unisex hair salon. Egy Lolitas. Egy Delian grillad már zárva. Éjszaka kellős közepe van. Award House. Physics Therapy. Oh. Shiny Restaurant. Van valaki. Nézzük, tudunk-e vele interaktálni. Nem tudunk oda menni. Elzárt terület. Akkor te bocs, kint vagy az elzárt területben, akkor veled nem beszélget. Menjünk ide be. Order egg fries. Tough person. Jó a zene. Hello, mit adhatok? Egy egg fried rice-t kérek. Rendben. Az 2,8 font kér. Ó, ne, elfelejtettem a pénzem. Ura, gyorsan hazamegyek és mindjárt itt felkapom, és két leszek, oké? Okay? Rendben. Fejeld addig pár percig elkész. Oké, szóval mire visszajövünk. Ne legyen túl sokáig, mi hamarosan zár. Semmi gond, sietek. Oké? Okay? Jaj, de szép vagy, bástya. És még liheg? Itt vannak még. Öregember. Ott fönt ilyen sok minden. Oké. Okay. Azt hittem, hogy követ a fejével. Nem bezárjuk az autót. Akkor viszont a túloldalt kell beszállnunk, ezen az oldalt, mert jobb kormányosak vagyunk. Oké. Okay. Elgyorsulunk. Éppen vissza. Láttam egy utat felfele, szerintem az itt megy el nálunk. Arra tippelek. Hogy jöttünk, de ott volt mellettünk. Nagyon megyünk. Haza is értünk. Látunk a kocsiból. Oké. Láttam egy pénztárcát. Coin purse a take. Oké. Ebben vannak az érmék. Oké. Fogja fedezni a tojásos rizsemet, sült tojásos rizsemet.
Akár kétszer is. Jobb lesz, ha visszamegyek és kifizetem. Oké. Ebbe tőle elemlámpázunk, és mondtam, amit láttuk. Van. Nem lehet erre elmenni azt. Erre. Erre. De az az út lentről följön ide. Arra tippelek. Oké. Nem akarok sétálni, azt mondja a karakter. Oké. Akkor ne sétáljunk, akkor üljünk vissza a kocsiba. Hajtom be. És akkor Easy Rider öcsön. Elgyorsulok már megint. Ahogy kell. Jó dolog, hogy a W-t majdnem átnyom a billentyűzeten, de nem megy gyorsabban a járgány, úgyhogy valószínűleg a lábunk instant, na ott valaki kukucskált. Instant Speed Limiter. Valaki ott nagyon nézett. Nem tudom, ki lehetett. Na. Én. Oké. Hát tényleg bezártak. Tehetek. Nem, még itt van. Valami baj van? Persze, semmi gond, én visszajöttem a pénzzel. Mire gondol? Kifizetne az én tojásos sült rizsemet, emlékszik? Barátja nem mondta el önnek? Kifizette az én tojásos sült rizsét? Az én barátom? Igen, az ember jött be velünk korábban. Nem jött be velünk senki, a másik az egy random vásárló volt ott mögöttünk. Ő fizetett és azt mondta, hogy a tojásos sült rizs elviszi neki. Ő nem a barátom. Megkaphatnám az ételem? Persze, igen. Ő azt mondta, Istenem, mondja, sajnálom. We were about to lock up, but we lost it, Stephen. Mi hamarosan bezárunk, de én beszélek mindjárt a takáccsal egy másik tojásos sült rizsről. Köszönöm, nagyszerű. Várjon itt. Oké, valaki elcsorta a kajánkat. Ezt nem hiszem el. I don't believe this. Why would that man take my food? Miért akarta az az ember az én kajám? Na hát, ez is arról beszél. Micsoda egy loser. Itt is van, sajnáljuk, hogy gondotok, hogy összekevertük. Rendben van, semmi gond. Itt a pénz, köszönjük. Ne felejts el fölvenni a tojásos rizsét, sült rizsét, mielőtt elmegy. Jó éjszakát. Oké, jó éjszakát. Jó éjszakát, jó éjszakát, jó éjszakát. Nem lehet spamelni másra. Ezt add ide. Csodásan még ki. Azt mondja. Oké. Jó ét. Lehet máshova itt menni? Ez itt a toilet, gondolom. Nem lehet bemenni. Be van zárva. Ez itt zárva van. Oké. Bezárjuk. És meg is dobán. Na, hát te itt ki vagy. Vibrant Man. Oké. Ez valami nagyon behalúzós tag lehet. Hey, mondja.
Van egy kérdése hozzánk. Kell néhány penny a buszra. Barátok segítik egymást, nem? Az barátom. Mióta vagyunk mi barátok? Amúgy. Kérdezem. Elnézést kérsz, vagy adsz neki pár point. Adjunk pár pointot. Kösz, te hős. Írok egy dalt rólad, barátom. Csak figyelj. Valami őrült csávó futott utána a kocsid után, miután elmentél korábban. Oké. Oké, valami vibes-ról nyafog. Figyelj oda. Oké. Látunk neki egy kis pénzt és közölte, hogy előbb egy ószer utánunk futott. Oké. Itt látunk bármi jó. Nem, viszont van továbbra is ebb lámpánk. Itt már van egy lezárásunk. Legalább jelzi a játék azt, hogy melyik helyekre nem mehetünk, szóval lassan hátrány. Akkor szálljunk be, be a kattintás. És fordulunk megfele. Hát akkor toljuk neki ezerrel. És itt van az út, amit mondtam. És erre nem akar menni a karakter, pedig itt egy út. Érdekes, hogy benne bele van rakva egy ilyen út, közben nem van ott semmi. Jó, hát menjünk jobb oldalra, szabálytalanul szembe, remélem jön valami szembeforgalom. Csak hogy mit szeregjem. Hiába vagyunk jobb kormányos autóval. Pöf! Oké, okay, meg is álltunk. Valaki hozzánk vágott egy téglát. Oké, okay. Mi ez? Tojásos rizs. Valaki hozzánk vágott egy tojásos rizs. Nem hiszem el. Valaki ezt hozzám dobta. Elvileg kezdünk félni, egy creep out. I don't wanna hang around, de nem akarok kint maradni, jobb lesz, ha lassan vezetek hazáig. Hamarosan itt a reggel. I can deal with it now, nem akarok most megegyezni. I just want to eat my egg fried rice. Oké. Okay. Ezt valóan innen dobták, szóval... Hol vagy, bástya? Utasd magad. Dobálod itt a tojásos ügyet. Az emberre, nem elég, hogy elveszett tőle, kifizetett helyette, még utána hozzá is vágod. Nem, tehát valami fölháborító, kérem, szóval gyere ide egy taslier. Sírós taslier. Nem lehet tovább menni, ez a terület le van zárva, kérem. És itt is van kaja. Komolyan hozzánk vágták az egész kaját, amit, most lehet, hogy a hülye volt, aki kifizette helyettünk, besértődött, akkor az bujkált ott a szikláknál, hogy mi most elvettük a kifizette fölöslegesen, és mi visszamentük kajáért, és nem vártuk meg. Pedig ő csak haverkodni akart. Mekkora egy lúzerbe tényleg. Na jó van. Haza. Sokat látunk egyébként. Ott a hazánk. Home sweet home. Oké. Okay. Home. Parked. Oké. Okay. Mehetünk majd szélvédőshöz holnap, hát borzasztó. Találtam volna ott valakit az előbb. Na? Lo horror? Mutasd magad, bástya! Jobb lesz, ha bezárjuk, mert csihipogi lesz itt mindjárt. Elnáspángolunk itt valakit. Senki. Jól van, akkor csak szellemeket látok, kérem szépen. Jó hangos a hűtő. Oké, okay. Place. Lerakom.
Saját csörög a telefon. A krumpli főzelé hív minket éjszaka. Amúgy nincs egy nyomva a tórán sem megmérni, hogy mennyi a bit. Halló? Halló, itt a kínai takeaway. Ugyebár az étterem. Van egy ingyen üveg sörünk neki. Ingyen szerencse sütivel. Kérjük, jöjjön vissza és gyűjtse be. Ingyen. Ez azért, mert összecserélték a dolgokat? Igen, azért. Kérjük, jöjjön vissza és gyűjtse be. És ránk dobják a vonalat. Hello. Oké. Ők megszakították. Bosszantó vagy érdekes. Most oda mehet még gyorsan is felvertném az ingyen sört és a szerencsesütit. Tojásos sült rizsem, valószínűleg még meleg maradt a siete. De akarom én ezt? Menj és gyűjtsd be az ingyen cuccot, vagy maradj. Maradunk és eszünk, szerintem. Ennél több nem kell. Megvettük, más már így is el akarta csorni, összetörték a kocsinkat, úgyhogy elvezetni nem tudunk. Jó karcos a ablakunk. Együnk. Zaba, ó, még fogy belőle látvány. Nagyon csámcsog a karakter. Egy nagy böfi, esetlen. Sleep safety, but what cost? Aludtál békéssel, vagy biztonságban, de milyen áron? Aztán befejezted a te tojásos rizsedet, visszamentél a ágyadba aludni. Hamarosan a fejed megütötte a párnát. Ahogy a fejed a párnát érte, mély álomba aludtál, és mármint mély álomba estél, és békésen aludtál. However, mindazonáltal a következő reggel te fölkeltél, éreztél haunted by Darcy turned down to free drink. És hát mondhatni rossz kérdést fogott el az ingyen kaja. Ingyen pia és a süti miatt, és hogy nem értél vele, egy kicsit féltél vele. Kapcsolat az emlékezetedben rossz vagy gyenge választás, poor choice, mert élsz, pihensz az életedben, tendésre, aloveness, mental hang-up of Reiner, ott lesz. Na jó, kapcsoljunk egy fordítót, mert több a szöveg, mint amennyit el tudok olvasni így magamtól. Másnap, miután befejezte, befeküdt az ágyba, fejed párnának között mély álomba zuhantál. Biztonságosan, de milyen áron. Másnap legalábban úgy ébredt, hogy egy kis félelem és nyugtalanság miatt úgy döntött, hogy visszautasít egy ingyenes italt és szerencsét. Ennek a látszólag rossz választásnak az emléke arra késztetett, hogy élete hátrálévő részét a üresség megingathatatlan érzésével éljen le. Egyébként finom étkezés tönkretételének mentális akadódása azt jelentett, hogy soha többé nem élvezheti teljes mértékben annak az egykoron finom ízét, tojásban sült rizsét. Oké, hát ez egy kicsit izé. Hát tudok én. The bonus speed option now available if enable your running and drive speed is increased. Oké. Background music, BGM, off. A brightness-t feltoljuk 75-re. Insanity jó, filter effect oké, limited kilőjük, bónusz speedet belőjük, ez eddig kérdőjel volt, a fejugrálás marad, irányítás, mozgás, körbenézés, interakció, bal klik R, shift-tel futsz, torchlight, reset vehicle R, és van Switch Pro is, akkor ezek szerint ez megjelent konzolra is. Nem baj, így is jó. Úgyhogy így be is állítottuk, akkor ezek szerint ha 4 ending van a játékban, egy van meg, zabáltunk. Oké. Redditben láthatjuk, itt van Ebolillo Duru Itch IO-ja. Archivorzor és felkerül, onnan vannak régi rádió részek, egyébként a megadott számok. Akkor Kenny NLM van, neki köszönhető a szöveg és a fényváltás SFX-je.
emilupwood.co.uk Anglia, különböző házrajzok, akkor a waterrinus.com-tól van az animált nő és férfi modellek, kés, oké, ezeknek van kés a játékban, GG Botticelliótól van a kocsinak a modellje és textúrája, és akkor a taktól, az Elbiriótól a kövek, nem hozzáférhető épületek, pénz az itt a kupa akar lenni, vagy a szemetek, és ház körüli itemek, oké. Itt van még a FreeSounds.org és a Pixabay-ről különböző SFX-ek és BGM-ek. Ugyebár megadva a Greenwood Games, ugyebár a SketchUp mibe lettek használva, meg társai. Majd a link ott lesz a leírásban, hogy honnan lehet a játékot letölteni. Ingyenesen, mint mondtam, hivatalosan ez a egyik fejlesztős cuccra készült. Akkor nyomjunk még egy play-t, most gyorsabbak vagyunk elviekbe. És a loading is sokkal gyorsabb volt. Ugyanaz a Duma, nem jó. Léhes. Oké. Okay. Ezt a játékot elviekben négyszer kell végigjátszani. Nézzünk valami kaja után. Most tudjuk, hogy itt az elején nincs semmi. Oké, azért ilyen világos most, majd fölhúztuk 75-re a fényerőt. Na nézzük. Annás tudsz, hogy nincsen cucc. Kinyitni, kenyér lejárt. Hűtő üres, és nincs tej. Oké. Okay. Akkor ez a script. Az itt is van. Hogy csak ide. Nagyon gyorsan elnyomkodjuk, hogy elmegyünk, és hogy nincsen kiszállítás, úgyhogy elvezetünk. Első megoldásunk, vezetni kell. Oké. Okay. Ez esetben jobbkormányos autót bepattanunk. Nyomunk egy lightingot, nem elbetűdünk, hogy megkeresünk a lightot. Ott van. Go! Mint ha most gyorsabban is mennénk a kocsival. Ugyebár ez egy kis segítség arra, hogy többször végigvitted a játékot, akkor amúgy is egy ilyen nézem, egy max. Negyed óra egyébként a játék, ha nem fedezgetsz föl még annyi se. Így van egy kis speed bónusz benne, így nem unod szét magadat azzal, hogy újra meg újra ugyanazt a lassú dolgot kelljen megcsinálnod. Még továbbra is borzalmas. Oké. Okay. Megérkeztünk. Feleszel a gyilkos, ezt már látom rajtad. Ugyanis hiába vagy elzárva, feljöttél be utánunk. Nézzünk körbe akkor alaposabban itt. Itt a vibe-os emberke. A vibrant man. Oké. Okay. Hé! Hey. Nem láttalak. Még erre fele korábban. Új vagy itt? Ez őrület. Te felkaptál egy rossz időt. Valami nő fölbukkant voltam csak pár hete. Igen. Nem tudom a részleteket. Csak túlhallott dolgok. Oké, okay. Ezzel a szivárványos írással érdekes a tag egy kicsit, mintha belenne ez idegbe. Oké, okay. Body go dump us someplace outside the town. Testét megtalálták a városon kívül. Szegény. Jaj, most mondjuk úgy. Hely, az élet megy tovább. Nem pihenjünk, vagy valami. Validők járnak, nem? Oké, hát akkor róla ennyit. Oké. Ott a szakács. Nagyba nyomatja a kaját. Érdekes. Érdekes. Jó, hát akkor menjünk azért, ami a tervünk volt. Így ezt a részt is le tudtuk, körbenéztünk.
Te itt ki vagy, öreg ember? Halló! Találkoztunk már korábban? Nem hinném. Lehetséges. Mondja. De határozottan ismerősnek tűnsz. Hát most mondhatnám, hogy amúgy ennek a karakternek a feje, mint öreg ember, nagyon hasonlít rá. Bevágom most itt a képen. Úgyhogy, de lehet, hogy a mém nem csak itt terjedt el. Szerintem ez egy tévedés, a korom időről időre. Igen, kiesik, békés mi. Nem olvasod az újságokat? Veszélyesként éjszaka egyedül. Sosem használtam erőszakot a városban és az utcákon. Vagy sosem látott erőszak hullám van az utca környéken, ugyebár. Messze élek a erdőben. Most minden elég békés és biztonságos. Tugai support the rumors is the people are mégis itt az emberek eltűnnek messze innen. Ó, már megint dübörög. Esély beszélni néhány mendemondát korábbról. Gyanulom, nincs tovább. Jó, ennyi. A kávé meglepően jó. Nem olyan jó, mint az otthonim. Az valóban kiüt, vagy ütős. Oké. Okay. Szóval eszel egy pizzát, vagy mit? És abban mind kávé van? Oké, okay, Bástya. Zárjuk be magunkban az ajtót, illedelmesen. Na csá, jöttem ezért a tojásos ízért. Oké, okay, elfelejtettük a pénzt. Oké, okay, ne várass. Hamarosan zárunk, és te már itt vagy mögöttünk. Te amúgy is úgy nézel ki, mint egy gyilkos. Olyan csúnya fejed van, mint aki benéz. Jó, pattanjuk vissza a verdánkba. Oké. Okay. Vágódjuk pedelre. Akkor tudjuk, hogy mikor jövünk másodszor vissza, addigra valaki kifizeti a kajánkat. Nem mondó vagyok, mint hogy most itt körbenéztünk, nézzük körbe akkor is. Hát ha van, ugyanis még három ending van hátra, és nem hinném, hogy ugyanazt kell mindegyikbe csinálni. És lehet, hogy lesz szerep annak is, hogy mondtam, hogy ott van egy út, látványosan, ami még le van zárva. Oké, okay, így is lehet parkolni. Szépen, hát a ház bika. Nem van előtt egy ilyen fa, az fogott meg minket. Nagyon nicék vagyunk. Berohanunk, vényt se kell nekünk, add ide a pénzt. Oké, okay, itt is van pénzekkel, teli van. Oké. Okay. Bezárjuk. Bepattanunk a túloldalról. Kicurikolunk. Tetszik a tolatási hang, az, hogy a műszerek nem működnek azzal, nem nagyon foglalkozunk. Az előbb itt láttunk egy tagot, aki ott kupucskált. Valahol itt volt. Ott. Gyors vagy, Bástya, nagyon gyors. Míg ott parked van, addig nem tudunk kiszállni. És szégyelje magát, de láttuk, ez az a tag volt, aki ott állt a buszmegállóba is, vagy mi van ott, meg bejött utánunk a kínai étterembe, és valószínűleg kifizette eljöttünk a tojásos rizsükkel. Oké, okay, kiszállunk. Megjöttünk. Add a kaján! Valami baj van? Persze, visszajöttem a pénzzel.
De hát kifizet. De nem fizettem ki, add ide a kajámat! Nem akarja ideadni a kajámat. Milyen gonosz? Oké, lúzerodtak, hogy elvitte a kajánkat. Itt is van, köszi, csá! Oké, add ide, kincsinek néz ki. Irány haza. Illedelmesen így zártak minket, zárva van Locked. Itt a tag ez előbb azt mondta, hogy utána futottak, hogy nyomjuk ezt erre. Vom, 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 ahogy mondaná a kis autó. Elgyorsulunk. Nagyon toljuk neki. Ugyebár most speed-up bónuszban vagyunk. Sokásos szabályos hely. Be is csapják a szélvédőket ezzel a kajával. Nincsen nálunk torcs. Nem vettük fel a lámpát. Mindegy. Oké, tojásos, nem hiszem el. Haza. Le van zárva addig a hely. Get in the car. Megyünk tovább. Tojásos is kemény volt, mert betörte a tévédőnket, meg összecsaszta a kilátást. Nem tudom, hogy amúgy miért nem használunk. Itt. Azt ablattörlő lapátot. Éppen megálltunk a tojásos rizsrel a kocsinkon. Szerintem amondó vagyok, hogy hívjuk fel a rendőrséget, ha már van. Add ide a lámpát, jól jön a sötétbe. Oké, jelentsük be, hogy valaki megdobálta a kocsinkat. Valami vész, mi a vészhelyzet? Valaki megdobott egy tojásos rizssel a kocsimat. Parancsol? Tojásos rizs! A kocsima! Ez valami vicc? Mi? Nem. Közbe ittam. Megdobták a kocsimat, vagy összetörték, lezúzták az autómat. Meg akartak gyilkolni. Ön még a incidens helyszínén van? Nem, hazavezettem, hogy megegyem a tojásos zsemet. A vészhelyzet vonal 100 fontra büntet. De jó pofák! Kérjük, ne rabolja az időnket. És ránk cseszik az időt, telefon. Hello! Ez sok. Oké. Okay. Mondjuk meg anyám, de most történt eset. Hello? Én vagyok. Nem tudok aludni. Drága, mennyi az idő? Késő. És komolyan ugyanazt mondja, nem mondjuk el neki, hogy valami történt? Oké. Okay. És a havert hívjuk föl. Akkor ő is ugyanazt fogja mondani? Ki az? Én vagyok. Kicsit késő van beszeget, nem gondolod? Nem tudok aludni, azért fölhívtál engem az éjszaka előtt közepén. Én gyorsan vissza fogok aludni. Hol vagy? Nem számít. Pihenek. Kiugrottam, meglátogatok egy barátot. Nem beszélhetek most. Az éjszaka közepén. Remélem nem fog megismétlődni ugyanaz, mint legutóbb. Mire gondolsz? Nem. Mert ezt a telefonban lévő tag mondja a kéket. I told you never messing with this to fagin. Esküszöm, hogy nem fog megismétlődni ugyanaz? Mindjárt.
Mondtam már, hogy soha többé nem fogok ezzel foglalkozni. Majdnem meghaltam azon az éjszakán. És akkor gyakorlatilag elbújtál. Én nem bújtam el. Ideje volt költözni. Nem bújkálom. Mi van, elköltöztünk? Kényelmes időzítés. Erre most nincs szükségem. Szerencsére van, mennem kell. Ez már... Hát duzzatnak fordítja a rendszer, de nem hinném. Itt van valami szleng, amit nem értek szerintem. Várj! Nincs valami tanácsot, hogy aludjak el? Számolj bárányokat, és rendobja. Oké. Okay. Ja, vannak szövegrészek, amihez fordítás kell, nekem van. Oké. Okay. Jó, tegyük a kaját ide. Vegyük fel a telefont. És akkor most fogadjuk el a lehetőséget, ha idejel. A ingyen sörés szerencsés üti miatt. Ura, hogy megszakították a hívást, alatt irányozták a vonalat. Ha elég gyorsan kapjuk fel a cuccokat, az ingyen sört és a szerencsés ütit, akkor a tojásos sült rizsünk. Még meleg marad, ha sietek. De akarom-e? Persze, hogy akarom. Menjünk, gyűjtsük be. Ez is jó. Jól fog esni hozzá. De egyébként van mikrohunk, szóval meg tudjuk legíteni. Jó, a lámpát felvettük. Hatalmas fényünk van. Második drive this damage. Nem akarom vezetni, amíg ide. Gondolom sétálok. Azaz, hogy meg van sérülve a kocsi, nem. Ezünk, és akkor most már le tudok itt menni? Most már le tudok itt menni. Oké. Okay. Tudunk futni, úgyhogy galoppolunk ezerrel. Mondtam, hogy ez az út levisz minket. Itt egy pistike. Mit tudod, bástya? Valami brit volt túl dolgot, de mondhatni még a hideg is kirázott tőle. Oké. Okay. Pafleton. Na? Oké, okay, azt kifújta innen a szél. Itt nincs senki. Oké. Okay. Hátul sincs senki. Ó. Ők halottak. Hoppá, mit találtunk? Igazi büntény. Ez nem jó. Itt a tó, oké. Oké, ingyen sör. Szép ingyen sör. Leírás. Mi el vagyunk foglalva a takarításra, kérik, vegye fel az italt és menjen. Hol van a szerencsesüti? Arról volt, hogy szerencsesüti is jár. Oké. Okay. Jól átbasztak. Nem elég, hogy itt hátul meg vannak halva. Még a süti sincs sehol, és két darab széket ide raktak, hogy ne menjünk be. Oké. Okay. Újság hirdet. Másik testet megtaláltak a Waffletoni erdőben. Az a baj, ugyebár ebben a grafikával nem lehet ezt rendesen elolvasni, de itt ugyebár valószínűleg vízből feltűnt egy mérföldre a várostól. Waffletonból egy testet húztak ki, egy másik testet. Kutya sétáltató.
tudom, hogy van dollár, de hívtak értelenséget kért. Rendőrség. So free the body from the wood for over an hour. Egy órán belül megvolt a test. Nem sikerült azonosítani, nem tudják, hogy miben halt meg, de jelentésben, de doors closed. Barber claimed that body was found with multiple stabs. Több vágás volt rajta, karján és a lábán. Oké, nesze neked újság. Ugyanad megint. Oké, az újság kétszer is itt van. Tök jók ezek a halas akvárium. Így is úgy is jó. Jó, hát találtunk ott két hullát hátul. Hogy hívjuk ki a zsarokat szerintem. Az ingyen sör már megvan, szóval... Bezárjuk. Telefon. Ex-partner, ex-szünket, vagy a rendőrséget hívjuk fel. Találtunk két hullát, ne vicceljünk. Bűnügyi helyszínelés, vagy nyomozás. A rendőrség jött és... Your statement, nem is a bázisodról, hanem ugye a bejelentésünk alapján. Bűnügyi nyomozás jött, a rendőrség és átvette a nyilatkozatát, ugyebár akkor a jelentésünket, hogy mi van. Nem omlana össze a kiírás. Egész esemény órákig tartott és rendkívül stresses volt, amikor a rendőrök hazahajtottak, észrevettek, hogy nyitva van az ajtó, és betörtek a házadba. A rendőrök bementek és egy sarokban rejtőzködő idegen férfit találtak, nagyon lazán viselkedett, de letartóztattak gyilkosság miatt. A legrosszabb az volt, hogy miközben arra várt, hogy hazaérjen, az idegen férfi megette az ételedet, a tojásban sült rizsedet. Oké, szóval nem elég, hogy hozzánk vágott a tag egy tojásos sült rizst, még mellette meg is gyilkolta ott lent a két illetőt, plusz még összetörte a kocsikat, és minket is meg akar gyilkolni. Jó. Akkor mi lehet a következő ending vajon? Ugyebár már megvolt az, hogy ettünk. Jó. És azon hiszkedik a karakter, hogy baromi fára. És mi van, ha csak simán visszafekszünk aludni? Még nem ettem. Oké, nem hiszem, hogy el tudok aludni. Próbáljunk meg aludni azért szerintem. Álomtalan éjszaka, sleepless night. A terret of safe without eating, but just toothed and torned all night, unablocky fear. The next day, you performed poorly to take two, lack of sleep and your boss fired up. Oké, érdekes munkahelyünk lehet. Szóval, álmatlan éjszaka, megpróbálta levés nélkül aludni, de az egész éjjel csak hánykolottal, és képtelen voltál megnyugodni. Másnap rosszul teljesített a munkahelyén az alvásai miatt, és a főnöke kirúgta. Levert depresszióba zuhantál, amitől a barátaid és a családod belefáradtak a mostani állandó nyavaigásodba. Egymás után felhagytak veled, azaz és kapcsolatfelvétel ennek kellett volna valamennyit a tojásban sült rizsből. Oké, szóval ez is egy ending, hogy visszamentünk. Oké, 1, 2, 3. Hát akkor a negyedik valószínűleg az, amit itt a Investigate Elite megmondott, hogy simán meg akartak minket gyilkolni, úgyhogy itt nem sorrendben vagyunk az endingekkel. A legelső endingnek kellett volna annak lennie, ami nem az volt nekem, azaz én megettem a rizst és nem mentem vissza, nem vissza kellett volna menni, majd hazamenni, és akkor valószínűleg az első az lesz, hogy meggyilkolnak, de ezt nézzük meg szerintem. Mert lehet, hogy szuperhírók vagyunk, hogy lecsapunk két sallert a tagnak. Ha már nem elég, hogy elvette előlünk a tojásos is, megdobálta a kocsinkat vele, kinyírta a kínaiakat, és még mellette minket is fenyeget, és föl akarja zabálni a kajánkat valószínűleg. Úgyhogy mert ott ő megette. Azaz itt a sarokba bujkált. Hol van itt sarok? Oda beállt a sarokba, vagy mi?
Na mindegy, nézzük. Ezt nem tudjuk kinyitni. Az üres. Azt nem tudjuk megenni, mert lejárt. Ahhoz nincs tej. Add ide azt a papírt. Oké. Okay. Gyors a tejjárásba, elgyorsulunk oda. Oké. Okay. Amúgy a beáltásokat elérjük, jó, filter effektet kikapcsoljuk, és a hídbobot. Milyen lesz? Hú, hát sokkal szebb lett. Szerintetek is? Nem. Jó, mindegy, akkor így lesz az útcsomagot csinálva. Add ide a lámpát, hogy ebben nekem később szórakozni. Oké. Okay. Ugye már itt csak Love Polynak látjuk a grafikát, nem annak a... Hol a kocsin? Érdekesen spamnolt le a játék. Erre nem tudunk elmenni, és nincs meg a kocsin. Hmm. Itt kellene lenni a kocsinnak, de nincs itt a kocsin. Hát ezt nem hittem volna. Azt nem mondta, hogy lent van a városban, mert a játék azt hitt. Jó, hát fussunk le. Nem, nem akarok gyalog menni, azt mondja. De nem spavonolt le a kocsi bástya. Ó, te. Hírbab. És csak ilyen kamerás kép lesz. Nem spavonolt be a kocsi. Találunk egy bugot. Akkor itt a title, minden elveszett. Jó, van három endingünk. Bent a speed bónuszunk, a hídbobot filtert kikapcsoljuk most. Rejtett a fetverre. Fly. Fölkeltünk. Éhen vagyunk veszve. Több lesz, ha nézünk valami kaját, azt mondja. Kellene fények, mert nem látunk a dórunk itt. Egy kis műzli, hát nem akarunk magunk lenni, jó, most ott a kocsi. A hűtő üres, kenyér lejárt, és ahogy nem tudok. Oké, add ide a menüt. Valószínűleg túl gyorsan kattingattam itt, és olyankor a motor szerintem beledavarodik. Oké. Okay. Az itt is lehet kattintani arra, hogy ugye már gyorsabban kéri a dolgokat, de ha túl gyorsan kattintatod el, akkor cseszheted. Jó, a kocsi még ott van. Elfutunk, fölvesszük. Segíteni fog a sötétbe, azt mondja, Will. Már jövő idő. Oké, okay, most van autónk. Bekapcsoljuk a rádiót, bekapcsoljuk a fényeket. Kár volt a rádiót belőni, mert nincs értelme. Le van lőve a rádió zenénk. Hát elmondó vagyok, adjunk az érdést. 50-re visszahúzunk a zenét, de kilőve. Ja. Most itt bejöhet ezerrel. Oké. Okay. Kicsit túlmentünk. Jó a fék. Oké, okay, megparkoltuk magunkat. Ezt a tagot kérdezzük már meg amúgy, hogy jön mit csinál. Érdekes a lámpánk. Ott valahol messzibe, távolba világít. Ki van kapcsolva a filter effektjével a játék. Meg szerintem itt Bab és a 30 FPS is üíti. Aha. Egyből jó lett. Ragaszd a magyar bást. Tudom, korábban nem láttál erre, újabb vagyunk, de hát nem vagyunk újabb.
bár egy csajról beszél, akit megcsesztek, mit csinálsz te itt? Minek látszik, mit csinálok? Én nézem a tupperemet, ez a hely kidobja a kaját, mindig, a jó kaját, tudod? Same stuff people going. Az emberek ugyanezért a kajáért, vagy tudszért, stuff, mennek be és fizetik ki. Nem hiszem el, hogy ezt csinálják. Úgy néz ki, én egy lángész vagyok. Oké. Ennyi, szóval akkor mást innentől kezdve nem mond. De ott sem mondjuk. Megkapta. Nagyon csúnyán rászóltunk. Egyed idefele azt a tojásra, semmit nem kérek. Oké, el fog. Szabad. Ne vidd az időnket. Oké, tessék, pénz. Akkor most jön a jumpscare. Ja. Hát Simon jó vagy. Látlak, törjön ki. Mindáig tudsz érni, szerencsét, nem tudsz elforogni. Irreveláns, te leszel a fényben járó, és most nem lát. Ha-ha-ha. Na jó, húzzunk haza. És mi van, ha kocsi nélkül akarok haza menni? Nem lehet, nem akarok sétálni, azt mondja. Oké, ezek szerint csak akkor lehet sétálni, ha a karakterünk azt akarja, amúgy nem. Easy Rider öcsém ezerrel. Nagy muzsika szól, arra sem mehetünk, az előtt próbáltuk. Ebben most 30 frame rate-tel gyorsan ezerrel. De bár hiába lófoli attól, hogy nem jó pofa a játék, hogy milyen motorba készült, nem tudom, én Godotra tippelnék. Egy Unity-t az elején nem írt. Vagy valami egyedi motor lehet, mert ugye bár a motor hibájából adódóan vannak a bugok, például nem szpatnolt le a kocsi, illetve hogy a lámpánk olyan érdekesen nézett ki. Mert visszakapcsoltuk a korlátozásokat, azt egyből jó. Nyilván nem szabad a motornak végtelenbe futnia. Akkor nem fog hűlni. Itt is a pénzecske, az idefele. Oké, mert kifizetni a kajánkat. Oké. Filter effektet kapcsoljuk a hét babot. Így, kicsit élesebb a kép. Éppen az is effekt, hogy olyan nagyon retro-futurisztikus csúnyaság a játék. Akkor itt is tud bújkálni a pistike. De nem sikerült elütnünk. De azon gondolkodok, ha ő itt van, akkor most kifigyeli azt, hogy mi visszamegyünk, vagy ahogy jövünk visszafele, hozzánk vágja a kaját, majd fölháborodik, visszamegy, kinyírja a kínaiakat, majd... Ki a fék továbbra is borzalmas. Egy kicsit így. Megérkeztünk itt a Pistike, ugyebár azt mondja most, hogy valaki elrohant a kocsink után. Kérnek egy kis pénz. Kapsz, tessék, hogy mondja, hogy egy hát creepy, félelmetes tag, dude, rohant a kocsid után, mikor korábban elmentél. Ő neki, hát, megszakadt vérd, ugyebár rossz, félelmetes, ez hasonlóan lehet lenni, amikor rádbasszák a telefon, hogy ilyenek, szóval értitek. Nem baj. Itt hátul a tag már meg van hal. Na, ő még itt nagyon jól van, és a lámpánk is jó egyébként. Így adott még bőven-bőven nyitva tartásban van. De amikor visszajövünk a ingyen stuffért, akkor már kérjük a kajánkat.
Akkor már ugye bár be van hátul törve. Mondtad a vicces, hogy ezt most kifizetjük. Bár nem vicces. Megkaptuk a kaját. Oké. Kifizettük. Jó éjszakát. Kincsinek tűnik. Jó éjszakát, más nem akar mondani. Hogy kimegyünk. Ez bezáródik, és locked, nem lehet kinyitni. Szóval igaz otthonról fölhívnak minket, ami lehet, hogy ott egy telefon van arra fele, és azt mondja, hogy ez is jól össze van karcolva, hogy nyújjunk vissza az ingyen sörért, meg a sütiért. Süti az nincs. A süti az hadugság. Ha belegondolunk, ez egy portálutalásnak is elmenne egyébként. A Portál 2-ben van ez, hogy a süti, a kék is láj, az a süti hadugság. És akkor még mindig nem foglalkoztunk olyannal, mint hogy a exünket nem hívtuk föl. Mert ott is volt lent a telefonhívásnál lehetőségre, de... Kérdés, hogy minek? És akkor innen jön a script, hogy bedobják az ablakot. Püff! Senki nincs. Tök jó ülések vannak, elég szépen hátra nézni. Oké, meginspekteljük a sérlést. Folyásos hívve behúrták a célvédőn, kezdjük van fogalmazva. És akkor elhúrják bizonyíték, de abban az irányba senki. Szóval hiába keresünk Thundermant, nem találunk. Na jó, haladjunk. Most bezzeg már felkapcsolgatjuk a lámpáját a kocsit. Na mindegy. Új irány a vak sötétbe. Na jó van, viszont már semmit nem látok belőle. Be tudok vajon tola? Jön Nice. Hát ilyen szépen is rég partoltam. Hát aki tud, azt kérem szépen. Oké. Meghoztuk az Ibizabit. Érdekes kijöntője van a kávésunknak. Na jó, add ide a kaját. Az ingyen piát, ingyen mindent. Jöjjön, vegyük föl. Oké. Ráncsesztik a vonalat. Mi leszünk a legjobb meggyilkolásra várók, ugyanis igen, elmegyünk, begyűjtjük. Menjünk és gyűjtsük be. Akkor tudom, hogy nem tudunk arra mennünk, hogy le kell futnunk. A lámpánk csodás. Ugrani nem tudunk, hogy nem tudunk átugrani gyorsítani egy kicsit magunkon, úgyhogy ez is a storyline része, hogy itt lefutunk. Elvileg ez a Két öreg barát című zene, amit énekel, mármint régi ének, arra hasonlít az eleje, aztán fene tudja, ha nektek fölütjük a lorba, akkor írjátok meg nyugodtan kommentbe, hogy mire gondoltatok. Itt van egy kő. Oké. Okay. Bemegyünk, hívjuk már fel az exüket. Nem érdek. Fizető telefonpénz kell, hogy valaki fölhívhassak. Oké, nincs pénzük. Oké, csövesek lettünk. Pedig arra volt szó, hogy kettő tojásos ízre is van pénzünk. Azt mondom, kifújta a szél. Oké. Leírás. Jelföldünk foglalva a takarítással. Fogja a piát és menjen. És hol van a tojásos íz? Tojásos íz ad a kínai szerencsesütő. Arról volt szó, ad is jár. Az újság ugyanúgy olvashatatlan egyébként, hiába van átkapcsolva a grafika. Ami miatt mondtam, hogy tök jó hullák leszünk, az az, hogy most direkt megnézzük a holtesteket. Ön meghalta! Ez nem jó. Nem baj. Nem foglalkozunk vele. Hazamegyünk. Kérdés, hogy tudunk-e így tárcsázni, hogy
Nincsen nálunk pénz, de láttuk a hullába. Nem? Még mindig pénzt akar ahhoz, hogy telefonálni tudjunk. Nem baj. Látszik, kavicsot nem tudjuk felvenni. Mi van, a hosszabb úton akarok futni? Nem enged. Nagyon viccebb muzsika szól. Paloppolunk egyébként. A füles állam, mert tört a saját hangom viszi felsbe az egészbe. Azért sértünk, és nyitva van az ajtó. De szép! Mit keres ez itt? Mondja. Ez mi? A tojásos sütink. Itt a sütink van. Nyissuk ki. Oké, ez volt a sütink. A szerencse sütink. Írja, a szerencse írja. A szerencse a te jövőd korlátozva, limitálva. Szól a rádió egyébként. Évezd a kajád azt. Becsuk az ajtónkat. Mi a Pistike? Hát mi van veled? És akkor itt is van, és megkéseltek minket. Lured into a trap. Besétáltunk a csapdába. Ezt a hülye röhögést. És akkor a szöveg úgy szól. Oké. Csapdába csalva. Furcsa férfi többször megszúrt nyugodtan, de még mindig életben volt. Mosolyogva figyelted, hogy az élet elhagyja a tested. Veled maradt, még végül meg nem halt, és nem gyilkolt meg semmi másért, csak a beteg szórakozásért. Soha nem kapták el. A rendőrség másnap portán találta tékevés személyzetet brutálisan meggyilkolva. CCTV áttekintés elvezette őket önhöz. Megtalálták a véred az egész otthonodban, nem kellett sok időbe telniük, hogy megtalálják a holttestet a hűtőben, berakva, betakarva tojásos sült rizsben. Oké. Okay. Szóval akkor ilyen van. És akkor ott van a murder icon baloldalt. Úgyhogy ezzel a része meg is van mind a két endingünk a játékhoz. Így ki is maxoltuk. Így a játékot nyugodt szívvel tudom ajánlani nektek kipróbálásra. Jó pofa. Az, hogy futottunk bele bugba, ezzel kapcsolatban nem tudok mit kezdeni, mert nem számítottam arra, hogy lesz benne bug. Ilyen téren. Ettől függet egy jó pofa kis free játék, méghozzá úgy, hogy ezt erre a Ludungdar Dare játékkészítő versenyre készítették, és hát az alapján lett ikénes téve. Hogy tudom ajánlani bátran kipróbálását, linket megtaláljátok a leírásba. Köszönöm, hogy végignéztétek, ha tetszett, ne felejtsetek el lájkolni, illetve próbáljátok a játékot, ha úgy van, a gépigénye nagyjából egy szotyola, azaz nincsen, és találkozunk legközelebb, addig is. Sziasztok!